A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos hát bizonyára mindenki előtt ismert, hogy az Alba Regia Tánc Együttes Székesfehérvár kulturális életének egyik nagyon fontos talpontja. Ennek tükrében ma három dologról beszélünk. Az egyik a 20 keresztül, lesz egy fantasztikus történet, aztán az Arte Arami névzáró, az Arami ugye az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola gálaműsora, majd egy kicsit később, de azt hiszem, hogy egy előzetes mindenképpen megér nekünk is, hiszen bemutatják a Valaha Szép Ország című darabot, amelyet ez egy mesés táncjáték, amelyet Kricsár Kamilil és Majorosné Szabó Veronika és Majoros Róbert vezet a tehetséggondozó csoport előadásában. És hát persze közreműködik a Puszták Népe frontzenekar, és erről fogunk beszélgetni. Majoros Róbert a vendégem, kettős minőségedben, egyrészt az Alba Regia Tánc Együttes művészeti vezetője, illetve az Arami megbízott igazgatója. No, 20 keresztül. Húzzuk keresztül. Igen, június 8-án lesz egy régiós néptáncfesztivál, amit már évek óta mi rendezünk itt Székesfehérváron. A régión kívül is jönnek azért csoportok hozzánk, de itt ez az örökség nép gyermek és gyermek népművészeti egyesületnek igazából az egyik régiós területi válogatója. Innen lehet bekerülni az antológiára, itt lehet olyan minősítéseket kapni, mint kiemelt arany, arany, ezüst, bronz. Tehát igazából egy kicsit számot adunk, hogy mi is történt velünk ebbe az elmúlt egy esztendőbe. Azt a örömteljes hírt tudom mondani, hogy 5 csoportunk is ebbe a versenybe részt vesz, tehát hogy megmérettetik. Ezek közül a junior az az ifjúsági korosztályunk, amit Sipos Dániel és Palánki Réka vezet. Ők a legnagyobbak, ők alattuk pedig a Berce csoportunk van, aki korosztályban egyel fiatalabbak, és ő alattuk is van a Dödöllet csoport, és ő alattuk is van a Csöröge csoport, és a Guba csoportot kihagytam. Szóval nagy öröm számomra. Tehát csak a töpörtjük nem lépnek. Töpörtjük nem, mert ők még idén kezdték, úgyhogy szerintem ő nekik egy kicsit nagy kihívás lenne ez a verseny. Azért a felkészítőket hadd mondjam, mert hogy ne csak részlegesen, tehát a töpörtjük ugye nem, tehát Fekete Krisztina csapata. Nem, a töpörtyű csoport az a Hollosi Johanna csoportja. Gál Hollosi Johanna. Így van. Tehát akkor a Csöröge, a Dödölle, a Guba, a Derce és a junior csoport fog fellépni. Igen. És a felkészítőik Fekete Krisztina, Majoros Andor, Majoros Róbert, Majorosné Szabó Veronika, Palánki Réka és Sipos Dániel. Nagyon jól összefoglaltad. Mekkora kihívás ez esztendőről esztendőre, hiszen azért megvan az elődöknek az az íve a történetnek, hogy jószerivel mindig olyan táncokkal, olyan műsorokkal jelentkeztek, ami mindig tovább lépést eredményez. Mindig nagy kihívás egy versenyre felkészülni. Zsűri által megmérettetni, utána a zsűrinek a jó tanácsait megfogadni, illetve azt a tényt, hogy azért itt minősített versenyek, tehát hogy kapnak visszajelzést a csoportvezetők is, meg a csoportok is, hogy éppen most milyen szinten állnak. Igazából én azért szeretem ezeket a versenyeket, mert mindig egy picit jobban készül, kicsit jobban felkészül az ember egy ilyen versenyre. Nyilván a szülőknek az évvégi bemutatóján ugyanezek a műsorszámokkal fogunk bemutatkozni. De azt gondolom, hogy pont az évvégi műsor előtt egy héttel, 8-án, június 8-án, ez egy olyan remek alkalom lesz, ahol minden csoport annyira fel fog készülni, hogy egy szakmai zsűri előtt nagyon jól megállja majd a helyét. Mennyit változott a néptánc már, mint abban az értelemben, hogy ugye a világ változott, azt tudjuk, ugyanakkor végtelen a tárháza a kárpát-medencei népi kultúrában a táncnak. Vannak-e olyan új találatok, amelyek felhasználhatóak?
Az iskolánknak, meg minden művészeti iskolának, aki néptánccal foglalkozik, a fő alap az, az az eredeti hagyományos néptánc. Tehát mi is azt tanítjuk a gyerekeknek. Az, hogy utána mondjuk egy színpadi produkcióként, egy koreográfia, az mennyire rugaszkodik el az eredeti hagyománytól, az igazából az alkotón múlik. Nyilván, mivel színpadra dolgozunk, vannak olyan szabályok, aminek azért meg kell felelni. Tehát nem csak improvizálunk ekkor a színpadon, hanem egy koreográfiát készítünk, és a gyerekek különböző szabályszerűségeknek meg kell, hogy feleljenek, hogy ebből egy színpadi mű keletkezhessen. Van, amikor egy kicsit jobban eltávolodunk az eredeti néphagyománytól, de ami biztos, hogy a táncos alap, tehát a táncanyag az mindig az eredeti, és először improvizálni tanítjuk meg a gyerekeket, és amikor ez már jól megy, akkor tudunk elkezdeni a koreográfiával foglalkozni, és utána igazából már csak egymásnak passzolgatjuk a labdát a gyerekek nekik, nekünk, mi a gyerekeknek, és így alakul ki egyszer csak egy olyan koreográfia, amit majd a zsűri eldönt, hogy hogyan értékel. Igen, hiszen az elmúlt időszakban nagy örömünkre számtalan olyan koreográfia született, ami kiegészült szöveggel, nyilván olyan ünnepkör tekintetében lehet ezt megcsinálni, ami azért vonzó a közönségnek is, és ráadásul kiegészíthető a népi kultúra hagyományaival. Igen, például a legkisebbjeink, a Csöröge csoport, ők általános iskola második, harmadikas korosztályú gyerekek, tehát hogy ott a koreográfiájukban mindenképpen a játék, mint olyan, a gyermeki lét, annak meg kell, hogy jelenjen, és meg is próbáljuk tartani ezt a dolgot, tehát hogy nem egy felnőtteknek való koreográfiát táncolnak, miközben már olyan tánclépéseket is meg tudnak valósítani, amit lehet, hogy 5-10 évvel ezelőtt még nem tanítottunk volna meg, de ügyesednek ezek a gyerekek, nyilván mi is az évek során azért fejlődünk, mi is mindig többet próbálunk ráadni a gyerekekre, de arra például figyelünk, hogy a gyerekkorosztálynak az a gyermeki léte az megmaradjon a színpadon is. És nagyon fontos, hogy éve van a történetnek, hiszen folyamatosan felfelé lépkednek. És ennek az egyik csúcsa, volt szerencsém látni jó néhány előadásukat, a junior csoport, akik már kopogtatnak a felnőtt, sőt néhányan be is léptek a felnőtt egyesület kapuján, ami azt jelenti, hogy maximálisan kihasználjátok művészeti vezetőként, koreográfusként, pedagógusként is azt a lehetőséget, hogy ők aztán megmutassák a valódi tehetségüket később. Igen, ez nekünk azért is fontos, mert azért a tetején, az egész tetején egy felnőtt néptánc együttes, a Alba Régia tánc együttes van, és ennek a folyamatos utánpótlás nevelését csak úgy tudjuk megoldani, hogyha ez a felmenő rendszer, ez nagyon jól működik. És igen, akik már ott kopogtatnak az ajtót, ugye tavaly még a Pulutyka kopogtatott, de ők már nem kopogtatnak, hanem ott vannak, és egy csapatként mondhatom, hogy most már tényleg egy csapatként működünk együtt, mint felnőtt együttes. De hála Istennek volt alattuk egy másik korosztály, akik most a junior csapat, akik szintén most olyan feladatokat kapnak, meg olyan fellépési lehetőséget, és mi is pakoljuk rájuk a terheket, hogy minél jobban, minél gyorsabban be tudjanak szállni akár ebbe a felnőtt együttesi létbe is. Igen, mert felelősség nélkül nem megy, ebben megegyezhetünk, és ráadásul ugye az is problémát jelent adott esetben, nyilván számukra nem, hogyha főiskolát, egyetemet választanak, akkor korán sem biztos, hogy vissza tudnak térni. Ez most például a most felkerült fiatal generációról is elmondható, meg akik előttük felkerültek, hogy azért Székesfehérvár ilyen szempontból, hogy Pest közelsége, jó helyen vagyunk földrajzilag is, tehát hogy nagyon sokan, hála Istennek, úgy választanak iskolát is, továbbtanulást is, hogy közben ezt a lehetőséget megadják, hogy haza tudjanak járni. Úgyhogy igazából, hála Istennek, más művészeti is, vagy más táncegyüttesekhez képest, még nekünk ebbe is nagy szerencsénk van, hogy ez nem akadály, hogy valaki tovább tanul, más városba elmegy tovább tanulni, vissza tudnak járni hozzánk a táncpróbákra. Egy kicsit beszéljünk a felkészítőkről, hiszen tulajdonképpen te, aki 9 éves korod óta itt vagy velünk, nekünk, ha úgy tetszik, azért figyelmet tudod kísérni, hogy kik azok, akik a későbbiekben táncos
pályájuk után koreográfusként, pedagógusként is megfelelnek a követelményeknek. Igen, hát van egy olyan generáció, nyilván a tanári karba a feleségemmel, mi a bátyámmal együtt, a Fekete Kriszti, aki igazából a mi korosztályunk, az idősebb generáció. De nagyon jó látni azt, hogy vannak már például a mi tanítványainkból kikerült a tanári kar tagjai, például Sipos Dánia és Palánki Réka abszolút ide tartozik, és például az is nagyon fontos, hogy Sáfrán Balázs, aki szintén Alba régiás táncos volt, és utána a Táncművészeti Egyetem, illetve most a Duna Művészegyüttes mellett visszajön hozzánk, és dolgozik velünk, és koreografál, és tanít, és lehet rá számítani. Tehát, hogy ez nekünk nagyon jó, hogy látjuk a fiatalokat, hogy lehet rájuk számítani, be lehet vonni őket a munkába, és azt még mindig nagyjából 99%-ban elmondhatjuk, hogy Alba Régia Berkekből kikerült oktatóink, és tanáraink, és vezetőink vannak. Tehát ez megerősítést hoz mindenképpen mindenkinek, igen. És ez nagyon-nagyon fontos. No, hát az évzáron voltak éppen ugyanez a program lesz, helyek közel, azzal a különbséggel, hogy ez a közösségi központ Fekete egy szárazréti kultúrudvarban, a szabadtéri színpadon. Én biztos vagyok benne, június 17-én két előadás, ezt is mondjuk el. Igen, az elején nagyon óvatosak voltunk, 200-200 fővel hirdettük csak meg, de körülbelül két nap alatt fogyott el, tehát hogy teltházat hirdethetünk most már mind a két előadásra. Ezt nagyon jó látni, tehát hogy nem az van, hogy a szülők csak egy évben egyszer láthatják a gyermekeiket, hanem hála Istennek nagyon sok megmérettetés, fellépés van, ahol szintén láthatják, de mégis van igény a szülőkbe arra, hogy az év végén azért ezt a zárógálát, évvégi zárógálát azért mindenki kíváncsi, és a szárazrét az egy nagyon jó helyszín arra, hogy ne csak két fővel családonként, hanem akár az egész család eljöhessen is. Ez így is volt. Így van, mert a Malom utcai táncház, mint tudjuk, kellően szűkös ahhoz. Hát igen, hogy... az egy másfajta produkcióra abszolút alkalmas, egy ilyen évzáróra azért ez a száraz rét. Így van, tehát alkalmas. Én azt mondom, hogy szárnyal az Alba Régia Tánc Együttes a vezetésnek, illetve a táncosoknak köszönhetően, és a Galibának, és nem csak a Galibának, hanem azért tegyük hozzá, hogy azért van egy másik csapat is, ami azt gondolom a Puszták Népe frontzenekar, én mindig rátok csodálkozom. Mi is magunkra, tényleg, hogy mit is csinálunk. Erről fogunk beszélni, hiszen én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy meginvitáljuk a közönséget erre a két eseményre, az még ideje korán van, tehát történjék így, hiszen akkor ugye lesz 17-én hétfőn a Fekete-hegyen, és előtte pedig a táncházban. Így van, tehát hogy ez amit az előbb említettél, táncjáték, ennek a sok munka címe volt már, de a legvégső címe az az Áruás királylány, amit most a június 9-én lesz ennek a premierje, a táncházban, Malom utca 6 szám alatt, és aminek az érdekessége az, hogy táncjátékkal, meg mesejátékkal már foglalkozott az együttes, a felnőtt tánckara, viszont most egyel nehezebbet gondoltunk, hogy gyerekeknek gyerekek fogják ezt előadni. Úgyhogy évelejétől alakult egy tehetséggondozó csoport a arami Berkeken belül, és itt igazából négy csoportnak, a felsős korosztálynak, tehát 12 évestől 16 éves korú fiatalok vannak ebbe a csoportba. Négy csoportból válogattuk őket össze, ez közel 10-11 párról van szó, és ővelük kezdtünk el szeptemberben úgy dolgozni, hogy már kimondottan tudtuk, hogy a Kricsár Kamil rendezésébe ezt az Áruás királylány mesejátékot szeretnénk. Tehát ez egy mesés táncjáték. Igen, ez egy nagyon jó megfogalmazás, mert nyilván táncosokról van szó, tehát nem színész palántákat nevelünk, meg a Kamil se így gondolta. A tánc lesz a lényeg, de nyilván lesznek ebbe olyan jelenetek, illetve olyan kívások, ami azért a táncosságon tovább mutat. Biztos, ez egy fantasztikus történet. Röviden idézek belőle, spoiler nélkül. Valaha szép országot nem is olyan régen egyszerűen csak szép országnak hívták. Gyönyörű vidék volt hegyekkel, dombokkal, völgyekkel, erdőkkel, mezőkkel, rétekkel.
Rengeteg tó, folyó, kristálytiszta patak szelte át keresztül Kasul, északon és délen pedig két tenger most a partjait. Erről ennyit egyelőre. Én azt hiszem, hogy... Ja igen, hát Kricsár Kamil gondolom megkeresett benneteket. Hiszen nem, az fordítva. Fordítva volt? Igen. Mert azt tudjuk, hogy a Vörösmarty Színház művésze remek rendező, hiszen a Pelikán teremben számtalan darabot rendezett, gyermekdarabokat elsősorban, amire emlékszem még, hogy Varga Liliék játszottak benne nagyon, és azt hiszem, hogy népszerű is volt. És azt is tudjuk, hogy nagyszerűen ír, nem csak kiváló színész, nagyszerűen ír, és ráadásul remek zenész. Így van, így van. És akkor nézzük ezt a folyamatot, hogy történt. Hát a Kamillal azért volt már az együttes, és a Kamill között az egy olyan baráti ismerős viszony, amit nyilván a Gágergő által, amikor még ő is aktív tagja volt a színházban, ő volt az összekötő kapocs, és a Kamill nagyon szerette például a királyi napokat, és nagyon sokszor itt volt velünk. Volt több olyan esemény, buli, amikor ez a két társaság, a Vörösmarty Színház tagjai, illetve az Alba Régia Táncegyüttes tagjai együtt voltak, és ismerjük egymást. Nekem abszolút az, hogy én is tudom, hogy a Kamill nagyon sok gyerekdarabot is rendezett, aminek ő írta a zenét, és nagyon nagy siker volt. Én ezért gondoltam azt, hogy mindenképpen Fehérváron belül ez egy nagyszerű dolog, meg az, hogy mondjuk ismertük is egymást, tehát nem teljesen ismeretlenül indultunk neki ennek a feladatnak. De azért nyilván ismeretlenek voltunk egymásnak, hogy hogyan dolgozunk. Nyilván a Kamill se azt mondta, hogy még táncos darabot nem rendezett. Tehát mindegyünknek ez egy új kihívás volt, de nagyon működik a dolog. Tehát így most együtt vagytok hárman, a Kamill, Vera, lehet jobbik fele és te magad, akik ezt létrehozzátok. Milyen a próba folyamat? Hiszen ez egy újdonság erejével hat, arról nem beszélve, hogy ugye te képviselteted magad a frontzenekarban is. Hát feszegetjük a gyerekek határait, meg egyébként a magunkét is, de nagyon jó látni, hogy ez a tehetséggondozó csoport, aki így megalakult, abszolút alkalmas erre is, és azt látjuk, hogy lehet őket terhelni, és igénylik is, és várják, és legszívesebben szerintem minden napot lennének. Mostanában ez lassan így is van, mert már nagyon közeledik a bemutató. Az, hogy Kamill pedig a zenéjét is megírta, és ő nem mi erőltettük rá magunkat, hanem ő azt gondolta, hogy ő ezzel a Puszták Népe Front hangzással ezt abszolút el tudja képzelni. Ennek meg nyilván mi ez a zenekar nagyon örült. Robi, de ez egy komoly jövőképet mutat a kívülállónak is, tehát akik szeretik a népzenét összekapcsolni különböző történetekkel. Persze komolyan vesszük mi bizonyos esetekben, de azért annyira nem vesszük magunkat komolyan mégse, tehát mint zenekar. Nagyon szeretünk játszani, nagyon szeretünk koncertezni, ez például egy remek kihívás volt, hogy ennek a zenéjét mi játszhattuk föl, meg nyilván a magunk képére formáltuk, de azt gondolom, hogy azért egy zenekar ennél még komolyabban is tudna működni, ha nem 40-50 évesek lennénk, és nem lenne ezer más dolgunk. Igen. Ahhoz képest egyébként meg azt gondolom, hogy mégis tudunk olyan koncertsorozatokat adni, ami tavaly is a nyár folyamán történt velünk, meg az, hogy egy gyerekdarabban mondjuk részt tudunk venni, ezek szerintem nekünk is nagyon jó dolgok, nagyon feltöltő dolgok, meg hát nyilván lesz ennek visszajelzés felénk, hogy ez tetszik-e másnak is, vagy nem. A gyerekek lubickolnak benne? A gyerekek nagyon, abszolút. Tehát, hogy ők nyilván imádják azt, hogy táncházba fel tudnak állni és improvizálni tudnak, vagy elviszük őket egy helyzetgyakorlatos fellépésre, ahol nem koreográfiát kell táncolni, hanem be kell vonni a közönséget, improvizálni kell, azt is nagyon szeretik. Viszont ez, hogy itt most hát pont tegnap volt egy 4 órás próbánk a Kamillal, hát konkrétan egy ilyen egyéves dráma pedagógiai dolgot így rájuk zúdított a Kamill a gyerekekre. Hát néztek sokat, hogy mit is kell most csinálni, mert nagyon sok az új információ, de le a kalappal előttük, mert nagyon jól helytállnak, és úgy veszem észre, hogy a Kamill is szeret velük dolgozni. És ez jó nektek is. Jó, jó. Tehát ez a kihívás, ez teljesülni fog. Én nagyon-nagyon kíváncsian várom, hiszen különleges történet, és ismét bebizonyítja, hogy
tényleg, ahogy elkezdtem, hogy a kultúra talpontjai vagytok itt Fehérváron. És akkor még annyi dolgom lenne, hogy egy kicsit rákérdezzek augusztus 20-ára az ünnepkörben, milyen terveitek vannak? Hát augusztus 20-án azt tervezzük, hogy éppen Zakopanéban leszünk egy nemzetközi néptáncversenyen az Alba Régia Tánc Együttessel. Nagyon régóta szeretnénk már ide elmenni, de most alakult először úgy, hogy a királyi napok úgy esett, hogy vége van a Nemzetközi Néptáncfesztiválnak, és másnap egyből indulunk erre a lengyelországi versenyre. Úgyhogy 20-án terveink nem szerint találkozunk. Mi ott leszünk. Viszont 20-a előtt? 20-a előtt nyilván a Nemzetközi Néptáncfesztiválon az együttes mindegyik tagja, tehát most egy nagyon nagy létszámú és nagyon erős, jó minőségű csapattal tudunk ismét megmutatkozni, úgyhogy ki is fogjuk ezt használni, amit az Arte 75-ös áprilisi színházi műsorba több jelen, múlt, jövő képpel megvalósítottunk ezt a királyi napokkor is, nem egybe, hanem különböző napokra elosztva a múlt idézőktől elkezdve a gyerekcsoportokig, és nyilván a felnőtt együttes segítségével ezt újra meg fogjuk jeleníteni. Egy borzongató történet volt, jó értelemben természetesen a színházi fellépéseket. Nekünk is az jó élmény volt. Én azt ígérem, hogy ott leszünk, beszámolunk róla természetesen, hiszen ezek fantasztikus előadások, és nincs kétségem felőle, hogy nem csak a Közösség és Kulturális Központban, mármint a Kultúrudvarban lesz teltház, hanem mindenütt, hát ez egyértelmű. Ott leszünk, beszámolunk róla, és nektek pedig jó munkát kívánok. Köszönjük szépen. Mert hogy azért még lesz dolgotok bőven ebben. Lesz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a következő időszak néptánc eseményeiről beszélgettünk. Vendégem Majoros Róbert volt, az Alba Régia Tánc Együttes művészeti vezetője, illetve az Arami, az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola megbízott igazgatója. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.